A hozszelvény megtervezését követően a következő tervezési lépés a keresztszelvények munkarészben a keresztszelvények műszelvényének megszerkesztése mindegyenesben, mint ívben. Ahhoz, hogy az ívben lévő keresztszelvényeket helyesen tudjuk megszerkeszteni, ehhez szükség van a szélesítés és túlemelés kifuttatás számítására, vagyis a kifuttatási szakaszba eső keresztszelvényekben a szélesítés és túlemelés kifuttatás értékek meghatározására. Ehhez a képernyőn látható két Excel táblázat a kiindulási adat. A baloldali Excel táblázat tulajdonképpen mindenkinek már rendelkezésre áll, hiszen ez nem más, mint a kitöltött szelvényezési jegyzőkönyv. A jobb oldalon van az a táblázat, illetve több táblázat fül látható, amelynek segítségével a kifuttatás könnyen számolhatóvá válik. Ebből a táblázatból fogjuk majd átemelni a Word táblázatba az adatokat, annak a formátumának megfelelően. Nézzük akkor a számítás menetét. A szelvényezési jegyzőkönyv táblázat főpontok fülére, ha rákattintunk, akkor a megtervezett ívek, illetve átmeneti éves köríveknek az adatai láthatók. A szélesítés, túlemelés, kifuttatás táblázatba átmenve láthatjuk, hogy itt is a egyes ívtípusoknak megfelelően, ugye tiszta körív és átmeneti éves körív megfelelően vannak előkészítve táblázat részek, vagy kitöltendő táblázatok. Nézzük akkor sorba, hogy ha most az első tervezett ív tiszta körív, akkor ennek milyen adatai állnak, milyen adataira van szükség a szélesítés kifuttatás számításához. A kifuttatás számításának menete az lesz az adatok megadása után, hogy ki kell számolni ugye a maximális szélesítés értéket, illetve a maximális túlemelés értéket, és ezt lineárisan kifuttatva a kifuttatási hosszon az egyes szelvényekhez tartozóan itt ebben a táblázat részben fogjuk majd tulajdonképpen megkapni, illetve majd a Word táblázat alatt kézzel kiszámolva, a képleteket felírva, behelyettesítve kell elkészíteni majd a végső kifuttatás táblázatot. Kezdjük akkor a tiszta körívvel. Látható itt a főpont táblázatban, hogy a sugár értéke a 100. A delta B1 értékének meghatározásához, ez előadáson szó volt róla, hogy a sugáron kívül az alfa középponti szögre is szükség van, amelyik alfa középponti szög, itt a fokperc, másodpercben van megadva, amit átszámolunk tizedfokra, 4 tizedes pontossággal, az 76,8322, és a sugártól és a középponti szögtől függően táblázatból vesszük ki az egy forgalmi sáv szélesítés igényét, ez a delta B1. Nézzük meg ezt, hogy történik. A szélesítés túlemelés kifuttatás táblázatnak a táblázatok fülére kattintva megjelenik a szélesítés mértékének meghatározásához a táblázat, amelynek fejlécében a középponti szögek vannak 10, 30, 60, 90, 120, 150, 180 fok felsorolva, a függőleges első oszlopában pedig a sugárértékek vannak felsorolva. Innen kell akkor meghatározni a egyforgalmi sáv szélesítés igényét. Esetünkben, mivel a ívsugár listában szerepel a 100-as érték, ezért interpolálásra itt nincs szükség, és ki is nézhetjük, hogyha a körívünknek a középponti szöge 76, 77 fok,
végül is láthatjuk, hogy a 60 fokhoz és a 90 fokhoz, a 30 fok fölötti középponti szögekhez már ugyanaz a szélesítés mérték tartozik, tehát 0,35 század méter lesz a szükséges szélesítés nagysága egy forgalmi sávra vonatkozóan. Jó, tehát akkor a delta B1 az 0,35 érték lesz. Nézzük meg, hogy a túlemelés érték mennyi kell, hogy legyen, táblázatok fölön ismét kattintva, elhúzva jobbra az első táblázatot, akkor megjelenik a túlemelés táblázat, ahol csak az ív sugár függvényében láthatjuk a szükséges túlemelés nagyságát, tehát 100 méteres sugár esetén ez a Q% 5% lesz. Jó, így tulajdonképpen kiszámolásra került a tiszta körív szélesítés és túlemelés kifuttatásához szükséges adatok, kifuttatási adatok. Mik lesznek ezek? A tiszta körív esetén a szélesítés kifuttatásának a metódusa a tehát a kétszeres belső sugárral történő kifuttatás, vagyis meghatározzuk a szélesített belső burkolatszél sugárát, ezt RB-vel jelöljük. Ez esetünkben 96-30, ami úgy jön ki, hogy a 100 méteres sugárból levonjuk a burkolatfél értéket, amely ugye mindenkinek a burkolatszélessége 6 méter, a fele tehát 3, és abból még levonjuk a delta B értékét. Látható, hogy a delta B érték az a delta B 1 kétszerese, hiszen első osztályú útunk van, és mi az egy forgalmi sáv szükséges szélesítés nagyságát néztük ki a táblázatból. Jó, a képlet, amelyet az előadáson elhangzott, az itt már látható, és kiszámolásra kerül az A, B érték, illetve ennek a kétszerese a 2AB érték. Ez tulajdonképpen a kétszeres sugarú belső ív vetületét adja, ez a 2AB, illetve ennek a felét az AB. Tehát a teljes kifuttatásihoz 23-18 lesz. A D százalék, ugye mindenkinek 3%, mindenkinek ugyanaz az egyenesben lévő mintakereszt szelvénye, tehát ebből adódóan ez az értékhez ugyanaz lesz. A táblázat, amelyet majd véglegesen el kell készíteni, felvillantom ezt is, ez egy Word táblázat, és ebben a táblázatban is fel kell tüntetni majd a sugárértékét, az alfa középponti szöget, ugyanúgy fokperc, másodpercben, ahogy a főpontok táblázatban láttuk. A szélesítésnek a meghatározott nagyságát, az pedig 0,7, ugye 2x 0, 35, 0, 70 méter, a Q százalékunk az 5%, a delta RB-nk az 0, 7, megegyezik ugye a delta B nagyságával, az RB a szélesített belső burkolat szél sugara 96-30, így a teljes kifuttatási hossz, a nagy T-vel jelölt teljes kifuttatási hossz, az pedig egyenlő lesz 23-18-al. Jó, a szélesítés túlemelés kifuttatás Excel táblázatán tartalmaz még egy mezőt,
mégpedig a szervinési értékeit is beírhatjuk az egyes fő pontoknak, illetve kifuttatási szakaszba első pontoknak. Ehhez ismét menjünk rá a szervinezési jegyzőkönyvre, és nézzük meg az íveleje szervinezési értékét, amely nem más, mint 0+58.11. 58.11. És az év végének a szervinezési értéke pedig 192,21. Itt olvasható. Jó, nézzük a táblázatunkat, kitöltésre került, hogy történtek ezek a számítások, még erre kell rátérni. Hogy történt először is a maximális túlemelés meghatározása, ugye ez a kisem, ahogy előadásban is elhangzott, kisemmel jelöltük. Tulajdonképpen arról van szó, hogy a burkolat fél értéket kell, tehát B félszer Q% plusz D százalék per száz a képlet szerint, egy kicsit itt át van alakítva az Excelben, de az eredmény ugye ugyanazt adja, tehát meghatároztuk a maximális túlemelés nagyságát, illetve az MD az a D százalékkal kifele dőlő tetőszelvény, azért van itt -3, -3, ugye a tengelytől kifele való dőlést, ugye az mínusszal jelöljük, ha a tengelyre rá fog majd fordulni a külső pályafél, akkor lesz ez majd ugye pozitív, amit majd ki is teszünk hamarosan a pozitív jelet. Jó, tehát ez az MD, ez a 3%-os tetőszelvénynek a 0%-os dőlésű pontjáig tartóan ennyi a túlemelés, ez az MD, tehát ez szükséges a számításhoz. Nézzük meg, hogy hogyan történik az egyes túlemelés értékek számítása. Ugye a színesítés értékek számítása az egy lineáris közbesítés, végül is, ha rá klikkelünk duplán a cellára, akkor kírja a számításhoz felhasznált cellákat, tehát a delta B-t, ez az F3-as cella tartalmazza a maximális delta B-t, osztjuk a kifuttatás hosszával a C7-tel, lesz 23.18, és megszorozzuk a kifuttatás kezdőpontjától mért távolsággal. Tulajdonképpen ugyanez a szisztéma a túlemelés értékének meghatározásánál is, ugyanígy a kiszámolt maximális túlemelés értéket elosztjuk a kifuttatás hosszával, és megszorozzuk a kifuttatás kezdetétől mért távolsággal. Kapjuk a 0,12-t. Hogy lesz ebből külső pálya féldőlése? Megint csak előadásra utalnék, ott is megfoglalkoztunk ezzel. A G16-os cella, tehát az ezelőtti cella, tehát a meghatározott MI-vel jelölhető túlemelés értékből ki kell vonni az MD értéket, tehát a 0%-os túlemelés, külső pályafél túlemeléséhez tartozó túlemelés értéket, és azt el kell osztani a burkolat fél értékkel, és szorozni kell 100-zal. Jó, ugye itt előjelet nem használ a képlet, tehát ide nekünk kell majd beírni, hogy az plusz 0,1, majd a Word táblázatba, ne felejtsük el, ezt pluszként jelölni majd, illetve a kifuttatás vége szelvénynél, ugye természetesen a maximális túlemelés érték jelenik majd meg. A belső pálya félnek a dőlése, ugye mindaddig marad az egyenesben is meglévő 3%-os tetőszelvény dőlés,
amíg a külső pálya fél, ezt meg nem haladja. Márpedig ez csak a kifuttatás végén következik be, ezért a -3, -3 belső pályafél dőlések itt maradhatnak. Jó, ezzel tulajdonképpen előkészítettük az adatokat a Word táblázatba való feltüntetéshez. Menjünk is át a Word táblázatra, és töltsük is ki. Tulajdonképpen van egy olyan mezőnk itt a kifuttatás táblázatba, amelyik közvetlenül átmásolható a Word táblázatba, ugyanígy következnek a szervényezési értékek, illetve a kifuttatás kezdetétől mért távolságok, a szélesítés értékek, a túlemelés értékek, a külső pályafél dőlésének értékei, itt ne felejtsük el, akkor a plusz jelet hozzáírni a megfelelő dőlésekhez, illetve a legutolsó mező pedig tartalmazza a belső pályafél dőléseket. Jó, tehát ezzel tulajdonképpen a beadandó szélesítés, túlemelés, kifuttatás táblázatból kitöltöttük a tiszta körív kifuttatási adatait, mint szélesítés, mint túlemelés adatait. Itt a táblázat alatt kell majd az egyes értékeket kiszámítani, képletet felírni és behelyettesíteni kézzel. Mielőtt rátérnénk a átmeneti éves körívre, nézzük meg azt az esetet, hogyha valakinek a kifuttatási szakaszba itt a tiszta körívnél is előfordulhat az, hogy itt a tiszta köríves szakasznél is az ív eleje előtt, vagy ív eleje után van egy részletpont. Ugye általában az ív eleje előtt fordulhat elő ilyen eset, hogyha túl közel esik egy pont az ív elejéhez, egy szelvénypont egyenesben, akkor tulajdonképpen itt Excelben, hogyha beszúrunk egy sort, ha az ív eleje előtt van, akkor ugye igazándiból nem szoktunk szelvényjelet írni elé, tehát nem kell ezt az elbetűt odaírni, csak a szelvényezési értékét. Mondjuk, ha 46-52-be kezdődik, akkor ez legyen 51, 0 plusz 51-es szelvény. Ja, nyilván, hogyha a számításhoz felhasznált, ja igen, és akkor még számítani kell ugye a kifuttatás kezdetétől mért távolságát, ugye az egyenlő lesz, hogyha ezt az értékből kivonjuk ezt az értéket, akkor 448 lesz. Ha ez is megvan, akkor tulajdonképpen a számítás a képletnek a felmásolásával így könnyedén megoldható. Tehát látható, hogy ha ilyen közel esik egy szelvény a kifuttatás kezdetéhez, akkor még a 0%-ot sem éri el a külső pályafél. Ugye itt nyilván marad a 3%. Jó, tehát ez egy példa akar csak lenni arra az esetre, hogyha valakinek a kifuttatási szakaszba esik még vagy ívpontja, akkor az ív eleje után, vagy egyenes pontja úgy, ahogy itt a mintában is látható. A másik kérdés ugye a táblázatoknál, másik kérdés lehet,
az interpolálás kérdése, több esetben előfordul, hogy nem kerek sugarunk van, hanem valami ötösre végződő sugarunk van, illetve előfordult az a szituáció is, hogy közbesítenünk kell mind a középponti szög, mind a sugár függvényében. Ehhez letölthető lesz majd a megfelelő mappából, a Google Drive-ról az az interpolálási kis táblázat, amelyiknek a segítségével ez könnyedén megoldható. Legyen a példánkban a sugár értéke az 35, az alfa középponti szögünk az 77, 63, 81. Nézzük meg a táblázatban, hogy a 35 előtti sugárérték legközelebbi, ugye az látható, hogy 30, az utána lévő pedig 40. Az alfa 1 szög lesz, ugye a 77,64 fok az hova esik, az a 60 és a 90 fok közé esik, tehát meg kell néznünk először a 60 foknál, majd pedig a 90 foknál. Jó, és akkor tulajdonképpen ide be kell írnunk a 30 méter sugárhoz és 60 fokos középponti szöghöz tartozó szélesítés értéket, 30, 60-hoz 1,15, majd a 30 és a 90-hez 1,25, majd a 40-es sugárhoz ugyanígy, a 60 fok középponti szöghöz az 0,95, és a 40 és a 90-es középponti szöghöz az továbbra is 0,95 lesz. És az eredmény tulajdonképpen itt látható, ugye a sorok és az oszlopok metszéspontjában, tehát a sor és az oszlop metszéspontjában a 35-ös sugárhoz és 77-64 középponti szöghöz tartozó szélesítés, egy forgalmi sávra vonatkozó szélesítés 1,08, ugye ennek a kétszerese lesz majd a delta B a behelyettesítéskor. Jó, tehát az interpolálási kis táblázat is letölthető lesz majd. Jó, nézzük a átmeneti éves körív kifuttatását. Ehhez először akkor kapcsoljuk le a Word táblázatunkat. Térjünk vissza a szervinézési jegyzőkönyvünkhöz, és írjuk be az adatokat. A táblázatban, itt az Excel táblázatban itt pirossal vannak jelölve a kitöltendő értékek. Mivel mindenkinek a D%-a egyenesben a tetőszelvény gyűlése 3%, a burkolat szélessége 6 méter, ez megvan hagyva mindenkinél, tehát ezt nem kell már nyilván itt beírni, hanem be kell írni a sugárértékét. Itt a szervinési jegyzőkönyv táblázatból kivehető, hogy az 50 méter, a sugár, a paraméter 42, az L hosszunk az 35,28, a D az 3%, a Q százalékot kell megnéznünk 50 méterhez, illetve az alfa középponti szöget kell még beírnunk, az pedig 74,1486. Jó, az egy forgalmi sáv szélesítési igénye ilyen sugárnál, ilyen középponti szögnél, nézzük meg a táblázatokat, 50 méter sugárnál és 74, tehát 60 fölötti középponti szögről van szó, tehát az 0,75, tehát a delta B1 az 0,75. A túlemelés értéket is nézzük meg, az 50-es sugárhoz tartozóan, az pedig
még éppen 6%, ugye 51 méteres sugártól lenne 5%, tehát maradunk a 6-nál. 6%. Itt mindent kitöltöttünk, ki van számolva így a maximális túlemelés értéke is. Tehát rátérhetünk akkor a táblázat további részére. Tulajdonképpen a átmeneti éves körívnél a kifuttatás, úgy ahogy azt megbeszéltük, elhangzott az előadáson is, az átmeneti év hosszán lineárisan, lineáris közbesítéssel fogjuk számolni mind a szélesítés, mind a túlemelés kifuttatásait. Ehhez menjünk át a Szevénysi jegyzőkönyvbe a részletpontokra, és nézzük meg, hogy az átmeneti évünknél hogyan, milyen távolságra helyezkednek el az átmeneti év kezdőpontjától az egyes értékek. Jó, az első átmeneti év részletpont 9 méterre van, a második szintén 9, tehát a kezdőponttól 18 méterre van, ugye honnan nézhető ki egyébként a kifuttatás kezdetétől mért távolság, az átmeneti velejétől való távolság, hogy a részletpont táblázat, átmeneti éves körű részletpont táblázatában ezek konkrétan megvannak. A szintén 9 méterre van a harmadik átmeneti részletpont, tehát akkor az 27, és akkor az átmeneti végepont az átmeneti elejétől pedig az átmeneti hossznak megfelelő távolságra helyezkedik el. Majd megyünk visszafele a ívből kivezető átmeneti ívnél, akkor az 27, 18, 9 és 0. Így kiszámolásra kerültek a szélesítés értékek, illetve a túlemelés értékek, illetve a külső pályafél dőlései, viszont a belső pályafél dőlését nekünk kell ide beírni. Tehát abban állapodtunk meg, hogy mindaddig, amíg a külső pályafél nem éri el a belső pályafélnek a dőlését, tehát a nyereg átmeneti szakasz végét, ugye, ami 3%-ot jelent, addig marad 3%. Tehát ezt a 3%-ot a plusz 1,6-os külső pályafél dőlését meghagyhatjuk, viszont itt nekünk kell beírni mínusz 3,9-el, mert ez már meghaladja a 3%-os dőlést, tehát ez már a nyereg túlemelés átmenet szakaszában van. Jó, ugyanígy akkor mínusz 3,9 a másik oldal, mínusz 3, mínusz 3 az összes többi, tehát ezt fel lehet húzni. Így. Jó, még ami kitöltésre kell, hogy kerüljön, úgy, ahogy az előbb is tettük, ugye meg kell határozni a szelvényelési értékeit. Ezek tulajdonképpen átmásolandók az átmeneti év elejétől számítva. Ezt vagy úgy tesszük, hogy ugye itt képlettel van kiszámolva, ezt át kellene másolni, vagy pedig egy másik cella sorba, vagy pedig sorba beírjuk. 264, 61, 273, 61, 282, 61, 291, 61, átmeneti vége jön 299, 89, másik átmeneti ív vége jön 3-29, 31, jön a következő átmeneti vége utáni első átmeneti ív részletpont 3-37,59, majd 3-46,59, 3-55,59 és végül a másik átmeneti eleje 3-64,59.
Jó, így az átmeneti íves körívünk szélesítés és túlemelés kifuttatás számításával is végeztünk. Rátérhetünk akkor a végső formátumra, a Word táblázatra. Némi átalakítást kell végezni az előre megadott táblázatban, hiszen a sugárértéknél nekünk a sugáron kívül még meg kell adni a paramétert is, mind a bemeneti, mind a kimeneti, ezért az első két cellát itt vonjuk össze. Jó, és írjuk be, hogy a paraméter sugár per paraméter az egyenlő a átmeneti íves körívünk paramétere, ugye az 42, a sugár az 50, per 42 a kimeneti átmeneti ív paramétere, és dimenzió pedig méter. Jó, a középponti szögünk az, ehhez húzzuk jobbra a táblázatot. Menjünk a főpontok fűre, és nézzük meg, mennyi a középponti szög. 74. 74. 08. És 55. A delta B értékünk, visszamehetünk Word táblázattal. A delta B értékünk az 1,50 m. A Q százalékunk az 6%. Itt ugye nincsen delta RB-nk, hiszen nem kétszeres sugarú belső ívvel fut ki, egyébként elviekben ez megoldható lenne átmeneti íves körívnél is, de abban állapodtunk meg, hogy az átmeneti ív hosszán lineálisan futtatjuk ki, tehát az L1-jel jelöljük a bemeneti átmeneti ívnek a hosszát, amelyik 35-28 méter, és a kimeneti átmeneti ívnek a hosszát, amelyik szintén 35,28 méter. Itt egy kis cella igazítással, hogyha kijelöljük, akkor beállíthatjuk úgy a cella méretét, hogy elférjen, illetve ugye ezt alsó indexbe illik tenni, az L1-et és az L2-t. Jó, és nincsen teljes kifuttatási hosszunk, hiszen az megegyezik az átmeneti ívnek a hosszával, tehát átmeneti éves körívnél ezeket az adatokat kell így feltüntetni, mint a táblázatban is ez látható. Nézzük akkor sorba a kifuttatási szakaszba eső szelvényeknek a jelét. Gyakorlatilag kimásolandó úgy, ahogy az előbb azt tettük. A Excel táblázatból ennek a mezőnek a jelölései, tehát AP, AP, AV, kimásolható a szelvényezési értékei, kimásolható a kifuttatás kezdetétől mért távolság, értékek, a szélesítés értékek, a túlemelés értékek,
a külső pálya féldőlése, i, külső pálya félnek a különböző pontokban a dőlés mértéke, és a belső pálya féldőlése, jó, és akkor ne felejtsük el a plusz jelet a megfelelő helyre még elhelyezni. Ezzel tulajdonképpen kitöltöttük a beadandó szélesítés és túlemelés kifuttatás táblázatot. Annyi a feladat még, hogy itt a táblázat alatt, ahogy említettem, a kifuttatási szakaszba eső szelvényeknél a túlemelési szélesítés nagyságának meghatározása képlettel, képlet felírása, tehát a maximális túlemelés értéknek a kiszámítása, majd az egyes kifuttatási szakaszba eső szelvényekben ennek a meghatározása. Itt ennél a példánál tulajdonképpen arról van szó, hogy csak az éveleje év végében megegyezik a túlemelésnek a nagysága, tehát ugyanígy ez tulajdonképpen egy ilyen képletre van szükségünk a maximális túlemelés meghatározását követően, és a százalékos érték meghatározására. Nem így az átmeneti éves körívnél, ugye itt az átmeneti részletpontokban külön-külön ki kell számolni a szélesítés és a túlemelésnek a nagyságát képlet és behelyettesítéssel kézzel írva, és ennek a beszkenelt változata, vagy ha nincs, nem áll rendelkezésre szkenel, akkor pedig telefonnal fénykép készítésével kell majd beadni ezt a táblázatot. Jó, ezzel a szélesítés és túlemelés kifuttatás számítását így ezekkel a táblázatok segítségével elvégeztük, és rátérhetünk majd a szélesítés ábrázolására, először a helyszínrajzi tengelyen, majd pedig a szélesítések és túlemelések alapján az ívben lévő keresztszelvények műszervényének meg beillesztésére vagy átrajzolására.